Óckodnak a szakképzéstől a diákok, alul jelentkezés van az ács, asztalos és parkettázó szakokra a Volt Konstantin Brönkus építészeti szakközépiskolában Marosvásárhelyen. Most anyagi támogatással próbálják vonzani a leendő szakembereket. Felszerelt műhely, kantin, amely napi háromszori táplálkozási lehetőséget biztosít, viszont sehol sem tolonganak a diákok. De itt van a 150 személy számára otthon biztosító bentlakás is, mely üresen áll. Ezen szeretne változtatni az építkezési szakiskola vezetősége, valamint népszerűsíteni akarják az itteni magyar nyelvű szakképzést. Ennek érdekében pályáztak a Bethlen Gábor alapnál. Írtunk egy pályázatot, ami a diákok a bentlakási és étkeztetési költségeinek a fedezésére szolgál. Nyilvánvaló, hogy ez a havi 200 lejes szakmai ösztöndíj mellett egy rész ösztöndíj, de ezáltal tudják a diákok fedezni a teljes bentlakás és étkeztetés költségeit. 28 frissen végzett diák számára fedezni ez az összeg a bentlakási és az étkezési költségeket, viszont eddig csak 8-an jelezték, hogy ebben az iskolában szeretnének szakmát tanulni. Amúgy a szakiskolák által nyújtott képzést nem preferálják sem a szülők, sem a gyerekeik. Volt egy időszak, mikor felszámolták a szakiskolákat, és ennek köszönhetően elég problémás most, hogy újra élesszük, újra szüljük az, ami egyszer meghalt. Az iskolák padjai közül kevés jó szakember kerül ki, pedig a munkapiacon nagy hiány van belőlük.